Üdvözöllek. Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy valamilyen fájt keresedne, nem igazán találta. Hát ilyenkor lehet éppen használni a Windows saját keresőjét, viszont van jobb megoldás is, ami egy tényleg rendkívül gyors keresést biztosít a számunkra, ami egyébként alapesetben nem feltétlenül olyan nagyon gyors. Főleg, hogyha nagyméretű merevlemez vagy merevlemezek vannak a számítógépünkben, akkor azért az nem minden esetben lesz túlságosan gyors. Ezen a problémán segít az Everything, amire ha rákeresünk, akkor rögtön az első találat. Kattintsunk rá, és akkor ebből van több nyelvű telepítés nélküli változat, 32, illetve 64 bites is. Ha nem tudod, hogy melyik micsoda, akkor válaszd a 32 biteset, de ha tudod, akkor viszont a 64 biteset és a több nyelvűt. Hát én most a telepítés nélkülit fogom használni, mert semmi szükség arra, hogy telepítsük szerintem, de hogyha neked könnyebb telepíteni, mint kitömöríteni, akkor válaszd valamelyik több nyelvű telepítőt. 32, illetve 64 bites. Egyébként a videó tanfolyamon, hogyha rákeresel arra, hogy 32 vagy, akkor itt van, hogy 32 vagy 64 bit, mi az, mikor melyik. Nézd meg, és akkor rögtön tudni fogod, hogy melyikre van szükséged. Szóval akkor én ezt fogom letölteni, 64 bites, telepítés nélküli több nyelvű változat. Nincs egy megabyte egyébként, megnyitom, és akkor ezt a két fájlt kellene kitömöríteni. Mondjuk ide, kitömöríten. Programok rendszer, Everything, oké. Indítsuk el, futtatás. És akkor látható, hogy először is engem figyelmeztet arra, hogy vagy adminisztrátorként kellene ezt futtatni, vagy pedig az Everything szolgáltatást kéne telepíteni. Megnézhetjük ezt is. Most oké, telepítsük. Ez elvileg gond nélkül le kell, hogy fusson. És akkor tulajdonképpen az összes fájlt itt kilistázta, na meg persze a mappákat is. Ez nagy merevlemezek vagy több merevlemez esetén sok fájllal eltartott egy ideig, de igazából nem tart nagyon sokáig. Na mindegy, szóval az első futtatás az viszonylag tovább tarthat, de utána már ez igen gyors lesz. Mondjuk keressünk rá ennek akkor az indító exe-jére, és hát ahogy gépelek, rögtön itt van Everything, itt van a mappa, meg itt vannak a kapcsolódó fájlok, sőt, még a letöltött fájlokat is megtalált. Ilyen gyorsan, tehát gyakorlatilag azonnal, ennél gyorsabban nem igazán lehet keresni, úgy gondolom. És igazából ennyi, hát lehet rögzíteni ide a tálcára, jobb egér a programozítés a tálcán, és akkor ez mindig itt lesz. Amúgy könyvjelzőket is lehet létrehozni, hogyha ezt itt kiválasztjuk, vagy pedig a Ctrl-D. Adjunk ennek egy nevet, Everything. Oké. És itt már is megjelent egy könyvjelző. Ha most ezt innen kitörlöm a keresést, majd könyvjelző, kiválasztom ezt, akkor rögtön megjeleníti. Tehát itt nagyon gyorsan tudunk fájlokhoz, vagy mappákhoz hozzáférni. És hát igazából ezt itt ki lehet választani, mondjuk dupla klikkel, és akkor megnyitja a hozzátársított program, ami jelen esetben a jegyzetünk. Vagy hogyha a mappára dupla klik, akkor pedig a mappa tartalmához hozzáférhetünk. Hát ez igazából így működik. Nem teljesen magyar sajnos, vannak benne angol dolgok, de nem vészes tulajdonképpen. Az eszközök beállításokban, amit célszerű megnézni, az általánosban frissítések, ellenőrzése, indításkor ezt be lehet jelölni, aki szeretné. Illetve az Everything indítás a rendszer induláskor akár ezt is, így mindig el fog indulni, amikor a Windows-t elindítjuk. Hát ez annak jó elsősorban, aki rendszeresen használja. Illetve akár a jobbegeres menüben is el lehet ezt helyezni. Hát aki szeretné, akkor az próbálja ki. És hát tulajdonképpen ennyi, vannak itt még egyéb beállítások is, de ezek úgy jók tudnak lenni. Oké. Hogyha ezt bezárjuk, akkor a tálcán elhelyezésre kerül. Tehát elindítom, és hát, hogyha bezárom, akkor is itt van. Innen mindig elérjük. Jobb egérrel kattintok rá, és akkor Show Search Window. Már is itt van. Tehát akár ezt itt fel is lehet oldani jobb egérrel, a program nézetésének feloldása a tálcán. Vagy dupla klik az ikonjára, megmutatom, még egyszer dupla klik, és akkor megjelenik az ablak, rögtön kereshetünk. Hát ez tulajdonképpen így működik. Ha nem is napi szinten, de vannak esetek, amikor igen hasznos tud lenni.